Magyar Honvédség újabb intézmények fertőtlenítésére kapott feladatot országszerte a koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében. A Petőfi Sándor vegyi védelmi zászlóalj katonái Budapesten az ELTE gyakorló óvodában kezdték meg a munkálatokat december 4-én pénteken. A fertőtlenítési feladat ezen szakaszában a Magyar Honvédség 90. Petőfi Sándor vegyi védelmi zászlóalj biológiai mentesítő csoportjai és a többi alakulat speciálisan felkészített fertőtlenítő rajai hajtják végre. Mindösszesen 34 oktatási, nevelési és egészségügyi intézménynek a biológiai mentesítését. Az óvoda fertőtlenítéséhez a zászlóalj katonái 5 ózongenerátort és fertőtlenítő oldatot használnak. Jelen pillanatban a vegyi védelmi zászlóalj biológiai mentesítő csoportja 9 fővel végez fertőtlenítési feladatot. Annak érdekében, hogy a gyermekek és az őket nevelő, oktató, felkészítő pedagógusok hétfőn teljes biztonsággal jöhessenek. Az őszi szünetben 59 kijelölt intézmény mentesítése történt meg, valamint közel 80 további kérelem érkezett, amelyeket folyamatosan teljesítenek a katonák.